lesz egyszerű dolga most a Jegesmedviknek ezen a találkozón, mert egy, ahogy említettem a bevezetőben, egy nagyon jó szériában lévő, stabilan, az él mezőnyben tanyázó, akár még az első helyre is esélyes együttes lát vendégül. Szépen forgatnak most a vendégek, de szépen nyúl ki oda, Molnárt zavarja meg a Cseh sorozat közepette, Boris kapus ezzel a jótemű kiszúrással. Majd egy távoli lövés és egy óriási gól, te jó ég! Hát ebből semmit nem látott Boris, egy picit még a lövőjátékos is meglepődött, de akár ha meglepődött, ha nem lepődött meg, Dóci bődületes nagy gólt lőtt a vendégek hetese a hazai kapuba. Szatmár ütközte el ellenfelét, de még így is második hullámból Molnár jön előre a koronggal. Bolapak, kik találja meg először, Vorobjov találja meg, jön a lövés, és ott egy óriási gól, te jó ég! Hát itt jön az a kis lezárása az előző gondolatmenetemnek. Nagyon sokat dolgozott a DVTK, óriásit küzdöttek a medvék is, de ez a Vorobjov féle lövés ellen nem volt ellenszer. Itt viszont lehet, hogy volt megpattanás, de akár volt, akár nem, 2-0 arányban vezet a BIH. Jegor Razumnyak toppan oda ellenfele elé, majd finom mozdulattal megszerzi a korongot, amit a tesó sajnos elpasszol. Mózer óriási zicserben, kiállítás lesz, gól, videózás lesz, mert bement közben a koronga a hazai kapuba. A hatás fokozó mozdulattal mutat középre a játékvezető, miközben a vendégek létszámelőnyös légen lévő sora pedig megindítja akcióját. Schleckmann, óriási játék, de gyönyörűen csinálták a vendégek, azt az eget, ezt el kell ismerni. Pazar volt az az akció, Schleckmannnak még volt ott lélek jelenléte is. Egy remek helyzetfelismerése is természetesen. A Jegesmedvék 18-án kezdenek a Gyergyói Hockey Klub vendégeként. A Budapesti Ékorong Akadémia szintén Gyergyó-Szentmiklóson indítja majd az erdélyi napokat, de egy nappal később, azaz 19-én. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!